Orbán Viktorral jót mondok. Én nekem előbb volt a barátom, mint neked. De nekem még soha nem volt, és feltétlenül már nem is lesz. Ezt hogy fogod megmagyarázni majd te, amikor meg mi volt a velem eső? Nekem volt a legtöbb közöm hozzá, mit akartok ezt. Kocsos. Azt nem, de akik ezők jártak annó dacumán ilyen kollégiumi, mi ez? Nem tudom, mi ez a Bíbó kollégium. Igen, ott a Miss Livecferi tanította őket, és amikor a Miss Livecferi egyedül érezte magát a lakásban, mert én ott hagytam, akkor bizony följártak oda a fideszesek ilyen hozzá. Nem hozzám, hanem hozzám. Ő is. A hűt helyemen téged váltott, nagyjá. A szeretődnél téged váltottak. Igen. A fideszesek? Úgy emlékszem. Hát az baszottak. Gyere, menjünk fel a Miss Livecferihez. Az a baj, hogy ez olyan jó volt, hogy ezt biztos benne hagyják. A francba! Azért vagyok egy frászban! De tényleg! Nyugodtan kivághatják, nekem ad meg a címét. Akkor mondjuk be, hogy a Kistahín szeretője volt, de minden, mindegy. Hát tiszta, hogy milyen vagy. Tegyük hozzá még kettő. Nem vagy normális, hát elájulok anyat. Ezt a hanyat elájulásodat használta ki a Miss Livec. Csúnya módon! Csúnya módon! Ha a Bárdó ülne a helyedben, öngyilkos lenne ma. Hozzáteszem, hogy ez az illető úr, ez egy, az egyik legokosabb pasi Magyarországon. És képzeld, ez szóba állt velem? Igen. Komolyan, most már sajnálja. Hallatlan fölkészült, és nagyon okos. Igen, ő egy nagyon okos ember. Most mondom, mert azt hiszik tényleg, hogy a Gálvölgyi ennyire jó. Hát nekem mi jut? Egy kis, egy takács, egy hajdú, ez meg kikapja a Miss Livecet. Hát, meg ott voltam a kandidátusi védésén, a bizottság titkára voltam. Csak hallatlak benneteket, akikről beszéltek, egyedül én ismerem több mint 20 éve, mondjátok csak ki. Mindegyiket. Nem olyan mélyen, mint én. De ha te ismered 20 éve, akkor meg mit hallgatsz? Hát azért mondom, hogy én csak nézem, hogy olyan emberekről beszéltek, akiket soha nem láttatok. Mi bukok vagyunk. Hát. Én nem jártam a Miss Livecferivel. A bajor szemezgetett vele az itt. Szegény Feri, édes Istenem, érdekes, olyan embereket is le tudunk járatni, akiket nem ismerünk, és nem is érdemlik. Hát, azt akarok mondani neked. Hát van-e része? Ahol Fátvárnak ott hull a forgás. És a forgás Gabi is dögöljön. Azt javaslom, hogy most kérjük bocsánatot mindenkit! Képzeljétek, a szegény Miss Livecet ül szombaton, vagy nem olyan most. A gyereke, felesége. Yes. És a tévéből tudja meg, nem hogy az, ki van vele. Hát épp ez az, hogy... Nem nézi a tévét, és másnap nyugodtan megy sétálni az utcán, és mindenki gyöhög, és így megy. Azt mondja, vannak ilyen katonák, és vannak ilyen katonák. Ez tényleg ilyen komplikáltam. Milyen vagy? Ez egy komplikált. És most az a nyomorult, amelyik eddig nem kapott a sugárzást. Nuci, de azért gondolj a civilekre is egy kicsit. Komolyan szokom. Nuci, azt mondd el neked, melyik volt a legemlékezetesebb sugárzás? Az, amire úgy azt mondod, ez egy sugárzás volt. Na. Ja, mindig a jó királyuk adunk ki. Téged is állandó.